Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, én Vince Réka vagyok. Tartsanak velünk! Kismányok, Réti Andrásné könyvét mutatták be. Hagyományőrzés. Idén is megtartották a székely unokák bálját Bátaszéken. Kakasd, székely disznóvágás. Bál Bonyhádon, székelyek mulatoztak. Az étkezés nem csak létszükséglet, hanem örömet szerez, ami születésünktől életünk végéig elkísér. A székely gasztronómiát meghatározza ennek a népcsoportnak a kultúrája és szokásai. Réti Andrásné székely és Schwab felmenőitől származó örökség részeként írta meg két szakácskönyvét, amelyek tartalmazzák a népi ételek receptjeit. A két könyvnek a bemutatóját a Kismányoki Német Tájházban rendezték meg. Réti Andrásné már gyerekkorában segítkezett a konyhában, nagyszülei, székelyek és svábok voltak. Közel 2 évig írta meg a Schwab könyvét, és ezzel párhuzamosan a székely recepteket is elkezdte papírra vetni. A könyv megírása megelőzi, hogy én vegyes házasságból származom, székely és Schwab. Mind a két nagyszülő közvetlen környezetében nőttem fel. Nagyon sokat sertepelt éltem körülöttük a konyhában, már gyerekként is. Édesanyám lakodalmakba főzött, sütött, és annak idején még kalákába, ugye ment a család, a rokonok, a barátok, úgy sütöttünk, úgy készültünk a lakodalomra, és engem már gyerekként is érdekelt. És nem tudom, végig elraktároztam, nem tudatosan, de ahogy elkezdtem a recepteket összegyűjteni, egyre inkább jöttek elő a gondolatok, mozdulatok, gondolatok. És igazából a Schwab könyvet írta meg először, ami 2 éve jelent meg, és ez annak apropóján, hogy jöttek az ízőrzők Kakasdra, és a polgármester asszony megkért, hogy egy 4-5 receptet le tudnák-e írni, amit beküldenek az ízőrzőkhöz. És akkor azt leírtam, beküldtük, jöttek, megfőztük, és akkor úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy most akkor neki durálom magam. Közben nyugdíjas lettem, és akkor úgy éreztem, hogy valami hasznos dolgot csináljak. Hát segítséget, tehát idős asszonyokhoz mentem, de elfelejtették. Tehát nem sok sváb van már Kakasdon, és akkor mondták, hogy ők elfelejtették, már nem tudják, hogy hogy kellett készíteni, vagy miket készítettek. Úgyhogy akkor még mélyebben az emlékekhez nyúlva saját receptek, a saját család saját receptjei vannak a könyvben leírva. Itt nagyon jó volt, hogy a férjem is ismerte a sváb ételeket, a nagyszülőket, és akkor így megfőztük, megkóstoltuk, elfogyasztottuk, és akkor ő mondta, hogy igen, ilyen volt, vagy nem ilyen volt, vagy mi kell bele. És akkor minden ételfotót is én készítettem el. A székelynél kicsit könnyebb dolgom volt. Az is a saját család receptjei, ahogy mi készítettük, ugye ahány ház, annyi szokás mondják. Itt azért volt könnyebb dolgom, mert a férjem székely származású, ő ismert minden ételt. És akkor azokat is elkészítettem, lefotóztam, és akkor könyvbe öntöttem. Legnagyobb gondot nekem a fotózás jelentette, mert én tudtam, hogy a fotózás az egy művészet, de hogy hú, nagyon nehéz volt. Kislányom ebben nagyon nagy segítségemre volt, csak az, hogy ő Heves megyébe él, de amikor elkészült az étel, akkor lefotóztam, és üzenetbe ment a kép, hogy jó, nem jó,
édesanyám, nem jó, bemozdult a kezed, édesanyám, nem jó, beárnyékol valami, nem jók a fényviszonyok, hát bizony én úgy elfáradtam a fotózásban, hogy jobban, mint az ételkészítésben. És én nagyon örülök, hogy nem megy veszendőbe. Én nagyon szerettem volna, hogy mind a két népcsoportét megörökítse. Mindkét népcsoporthoz való tartozásomat büszkén vállalom. Szeretettel gondolok az őseinkre, és én a fiataloknak már többször elmondtam, de nem győzöm mondani, hogy kérdezzenek a nagyszülőktől addig, amíg van akitől kérdezni. Fontos számára a népszokások, a tradíciók és a hagyományos ételek megőrzése a jövő generációi számára. A polgári konyhából származó süteményekkel az ifjabbak figyelmét szeretné felkelteni. Úgy gondoltam, hogy a fiatalokat talán ezzel egy kicsit oda tudom csábítani, hogy ők is megnézik azokat az ételeket is, amiket az őseink készítettek, és örülök annak, mikor a fiatalok visszajelzésként küldik a képet, hogy elkészítettük Jutka néni, és jól sikerült, és kisgyerek, hogy segítettem anyukának a kiflit elkészíteni. És az ilyeneknek örülök. És akkor még egy dolog, hogy Kakasdon ugye van a hagyományos disznótor, három népcsoport Kakasdon, Sváb, Székely, Felvidéki. A három népcsoport jellegzetes ételeiből készítünk el, és azt mondom, hogy igen, örülni kell, mert nagyon sok fiatal részt vesz, érdeklődik, segít. És szerintem ez már egy jó irány, hogy azért érdeklődnek. Igaz, hogy ez egy évben csak egyszer van, de akkor is összejön a mindhárom népcsoport, és akkor elkészítjük az ételeket. A német tájház szobája megtelt érdeklődőkkel, akik figyelmesen hallgatták végig az előadást. A jelenlévőket házi sóskiflivel, babos szakuszkával, túros kaláccsal vendégelte meg az írónő. A bátaszéki székelyek baráti köre idén is megszervezte hagyományőrző báját, immár 10. alkalommal. A rendezvény nem csak kulturális szempontból lényeges, hanem lehetőséget ad az embereknek, hogy közösen ünnepelhessék meg a székely hagyományokat. 1989-ben a bátaszéki székelyek baráti köre megalakulásának évében rendezték meg először a székely unokák báját. Az eseménynek azonban 19 év után vége szakadt, egészen 2015-ig, amikor a jelenlegi tagok újjáélesztették a hagyományt. 2015. január 31-én kezdtük mi újra egy generációval később, egy generációval fiatalítottunk, de a vendégkörünk azokból az emberekből indult ki, akik régen is annak a bálnak részei voltak, illetve az ő leszármazottaikból. Valahol mindenki unoka. Tehát attól, hogy
valaki szülő vagy nagyszülő lesz, attól még valakinek az unokája, és ezzel kívántunk üzenni kifelé, hogy fiatalítottunk egy generációt, és hogy próbáljunk megszólítani más korosztályokat, olyan embereket, akibe egy cseppnyi bukovinai vér is csörgedezik, hogy csatlakozzon hozzánk, jöjjön velünk, és vegyen részt a rendezvényeinken. A Székely Unokák Tánccsoport 2016 óta szerves része a bálnak. Idén már 12 páros vett részt a megnyitó fellépésen, amit közös örömtánc követett. A tánccsoport az egyesületen belül alakult. 2016-ban kezdtük el a munkát a táncosokkal. Egyébként 3 párral indultunk, és olyannyira kötődünk ehhez a rendezvénynek, hogy a csoport megalakulása is ennek köszönhető. Az egyik vezetőségi taga, Molnár Péterrel, az egyesület jelenlegi elnökével, mi régebbről ismertük egymást, és hát ő vetette fel, hogy szívesen megtanulnának valamilyen táncot, bukovinai táncot, ugye nyilván, mert bukovinai székelyekről van szó. Végén kezdtük el a munkát, összesen 3 párral, és a rövid távú cél az ez volt, hogy akkor tanuljunk meg egy valamilyen kis bukovinai koreográfiát, hogy a bál megnyitón azt el tudják táncolni, de ez annyira sikeres volt, és annyira fellelkesültek az egyesületi tagok, hogy ezután többen is csatlakoztak a csoporthoz, így egyre bővülve a létszám, jelenleg egy olyan 8-10, vagy akár 12 párral dolgozunk már. Ennek a rendezvénynek köszönheti a létét a tánccsoport, a szervezőknek is egy része tagja a tánccsoportnak, nem csak az egyesületnek, úgyhogy ez egy hagyományos bálja Bátaszéknek, hogy itt minden népcsoport megszervezi a farsangi bálját itt a farsangi időszakban, és általában a székely bál az év első bálja, úgyhogy nagy sikernek szokott örvendeni. Általában már a rendezvény végén a következő évre is megtörténnek a foglalások a baráti társaságok részéről, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker, általában nagyon nagy sikerű és teltházas rendezvény szokott lenni, jó hangulatú. Az eseményre évek óta többen is visszatérnek, azonban mindig érkeznek új bálozók. Az élmény mindenki számára különleges és más jelentőséggel bír. A kedvesem az itt él, és azóta ide járunk 30 nem tudom hány év, amióta működik ez a bál, azóta ide járunk. Amióta van, létezik székely bál, azóta mi feleségemmel részt veszünk. Nem tartozunk a közösséghez, mert egy másik csapathoz tartozunk, de minden évben jövünk, a társaságot ismerjük, nagyon jó szokott lenni a bál. Az eseményen a jövő generációja is megismerheti azokat az értékeket, amik nem csak kulturális szempontból fontosak, hanem a mindennapi életben is. Már a neve sokat mondó, hiszen unokákról szól, és úgy gondolom, hogy ennél felemelőbb, magasztosabb dolgot nem is lehet kitalálni, hiszen erről szól az életünk, hogy átadjuk ezeket az értékeinket, kultúránkat, amelyeket kaptunk mi is, és ez fontos, hogy egyfajta tényleg ilyen elgondolásból egy bál keretén belül a fiatalok, a gyerekek, az unokák is részesülhetnek. Én azt mondom, hogy ezt mindenképpen folytatni kell, és nagyon jó elképzelés, és különösen fontos ugye a gyerekek beelmélyíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen attól túlmenőleg, hogy maga a tánc is nevel, meg az ének is egy közösség, attól túlmenőleg nagyon fontos az, hogy tényleg a felnőttek átadják azokat az értékeinket, hiszen Bukovinában is így volt, hogy az idősek, ugye a 3 generáció együtt volt, és az idősek nevelték szinte a gyerekeket, unokákat, és azokat az értékeket, és azt nagyon gyönyörűen megtanulták, átvették, és magukével tették, és tényleg a génjeikbe hordozzák. A bálon résztvevők tradicionális ételeket is kóstolhattak. A székely galuska, azaz a töltött káposzta fontos része a programnak, hiszen nem csak az étkezés, hanem már az elkészítés is közösségi program. Minden évben mi töltjük a káposztát. Hát ilyen, attól függ hányan vagyunk, ilyen 600 és 800 gombóc között szoktunk tölteni. Ilyenkor összejövünk a székelyházba,
és akkor elkészítjük ezt a káposztát, amit felszolgálunk vacsorára. A szervezők jövőre is várják vissza a közösség tagjait, illetve mindenkit, aki megismerkedne a székely hagyományokkal, vagy csak részt venne a mulatságon. Székelyek vágtak disznót Kakasdon. A vendégek külhoni testvértelepülésekről érkeztek. A rendezvény célja a hagyományok megőrzése. Felvidékiek és svábok mellett székelyek is részt vettek a kakasdi disznóvágáson. Az eseményt 22. alkalommal rendezték meg. Itt Kakasdon nagyon nagy készülődés előzi meg ezt az eseményt, várják az emberek. 4 testvértelepülésről is érkezett delegáció. Elfogadták szép számban a meghívásunkat, szeretettel vártuk őket is, és ők is érkeztek nagy örömmel hozzánk. A kakasdiaknak is egy egész napos rendezvény, hiszen együtt közös a vágás, közösen feldolgozzuk a húsokat, és közösen el is fogyasztjuk, majd ezt követően bállal zárul maga az esemény, ez az egész napos eseményünk. Ezen a napon nem születnek nagy döntések, nagy horderejű dolgok, mégis nagyon jelentős kakasd élete szempontjából, hiszen várjuk, készülünk rá, és úgy működünk ezen a napon, mint egy nagy család. Tehát közösen dolgozunk, és azt gondolom a mai időkben ez egy nagyon fontos, sokszor fontosabb, mint egy nagy horderejű döntés. Ez egy hagyományőrző disznóvágás. Kakasdon is egyre kevesebben vágnak disznót, földolgoznak fél disznót, vagy éppen betöltenek húsokat, de maga a disznóvágás is lassan hagyományőrzésnek számít, hát még ennek módja. A székelyek a szokások szerint leszúrás után először szalmával beterítve perzselték az állatot. Sebestyén György, kakasdi székely. Elmondta, a hagyományokat az elődök és a szülők Székelyföldről hozták. A mai generáció feladata ezeket továbbadni. Megmarad ez a hagyomány, és nagyon reméljük, hogy megmarad. Nekünk ezek a disznóvágások kicsit több, mint a disznóvágás. Ez lehetőséget is alapot ad arra, hogy a testvértelepülési kapcsolatokat ápoljon Kakasd község is, úgy, mint más települések. Így jelesül Székelyföldről 2 településsel van testvérkapcsolatunk. A kötődés szeretném kiemelni, hogy nagyon erős a kötődés. Nagyon erős a kötődés, ugyanis ennek mi az alapja? Az ottani megszokott életvitel évszázadokon keresztül, és az összetartozás. Ezt a szüleim elhozták ide is, és ahonnan eljöttek a szüleim, ez Bukovina és Andrásfalva, oda érdekes módon tisztelettel beszéltek róla, vissza-vissza vágyunk és vágytak, de visszaköltözni nem akarnak. Tehát az a választott hazájuk, vagy a kényszerből 180 év körül időszak, amit ott éltek egy kisebb magyar közösségbe, annak kialakult egy hogy sajátos kultúrára, olyan szempontból sajátos kultúrája, hogy kicsit konzerválódott a Csikibedencéből magukkal vitt magyar székely kultúra. A székely disznóvágási szokások a töltelék készítésében is mások. A más a fűszerezése. Készítünk hagyományszerű, enne azt mondja, hogy kolbászt is, illetve szalámit. A szalámi készítés, azt mikor a szüleim ide kerültek, akkor csak borsóval fűszereztek, paprikát nem ismerték. És ugye ez még mindig megvan. Maga pedig a disznóvágáskor, de hát ezt az asszonyok jobban tudják, maga az alkalomhoz készített levesétel, az az órja, aki nem tudja, az talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy ilyen olyan savankás, savanyú leves, ami a disznónak bizonyos részéből készül, de mondom, én nem vagyok én otthon a háziasszony, de hát én erről egész szerintől. Kakasd székely testvértelepülései Csíkfalva és Maroskeresztúr, azon belül is Székely Kakasd. Bota Dániel is erről a külhoni településről érkezett. Székely Kakasdról jöttem. Székely Kakasd, Marosvásárhelyi tövébe
fekszik, és 2012 óta ápoljuk a kapcsolatot az itteni közösséggel, és azóta minden egyes alkalommal részt vettem a hagyományos disznóvágáson, és nagyon jó dolog, hogy az emberek közötti kapcsolat kialakulása óta ők is ragaszkodnak hozzánk, mi is hozzájuk, és megragadunk minden alkalmat, hogy találkozhassunk úgy itt, mint otthon, Székelykakasdon. Maga a predesztináció is összehozta ezt a közösséget, mert úgy kerestük meg egymást, hogy mivel hogy 600 kilométerre vagyunk, és rájöttünk, hogy itt is van egy kakasd, ott is van egy kakasd, kettő van a Kárpát-medencébe, és megragadtuk az alkalmat, és kialakítottuk ezt a kapcsolatot, és hála Istennek nagyon jól működik. Leginkább ez a disznóvágás, amin mindig részt vettünk, de azon kívül augusztus 20-án is el szoktunk jönni, de otthon nálunk is vannak események. Például 2015-ben volt 500 éves a településünk, és akkor voltak először meghívva az itteniek, és akkor is írtuk alá a szerződést, az együttműködési szerződést. És azóta is, mikor bármilyen ilyen nagyobb esemény szervezünk meg, mindig meghívjuk őket, és mindig szívesen fogadják, és részt is vesznek rajta. Bota Dániel úgy látja, a fiatalok is egyre jobban érdeklődnek a székely kultúra, a székely kapcsolatok megőrzése iránt. Az ifjúság olyan, hogy az idősebb korosztály kell bevezesse őket ezekbe a kapcsolatokba. Például ez az első alkalom, hogy sikerült az én fiamat is elhozni ide, és még többen vannak, akik igénylik ezt a kapcsolatot, és gondolom, hogy át fogják venni tőlünk. Az a leginkább, az a legjobb, hogy nem mind önkormányzat csak működik, hanem az emberek egymás között kialakítottak baráti kapcsolatokat, és azáltal lehet garantálni a jövőben is a kapcsolatot. A szervezők szeretnék az eseményt még hosszú éveken keresztül megrendezni, annak érdekében, hogy tovább tudják ápolni a hagyományokat. Székelybált rendeztek Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Az eseményre sokan eljöttek a környező településekről is. A rendezvénynek évtizedes hagyománya van. Idén is megrendezték a Székelybált Bonyhádon. Ez már csaknem 5 évtizede hagyomány a Völcség fővárosában. Az eseményen két zenekar szórakoztatta a megjelenteket. A bonyhádi székelykörből is sokan kilátogattak. A székely hagyományok a településen mély gyökerekkel rendelkeznek, mondta Pap Tomonkos. Bonyhádon van eleve a szövetség, a Bukonyi Országos Szövetség, és hát a hozzátartozó 41 néhány tagegyesület, köztük a bonyhádi székelykör is, vagy akár a Majosi Székely Hagyományozó Egyesület, amit mondjuk én képviselek, de vagyunk itt néhányan azok közül, de én a Bonyhádiba is ott vagyok. És hát a kultúránkat, azt gondolom, azt önök is látják a tévé is, hogy időről időre megéljük különböző rendezvényeken, megemlékezéseken, fesztiválokon, ugye vannak olyan rendezvények évről évre, mindig ugyanabban az időben megvan rendezve, és ezeken mindig igyekszünk részt venni, sőt segíteni, esetleg valami műsorral fellépni, tehát a kultúránkat mi így éljük meg. Amit mi hiányolunk, és ezt időről időről szóvá tesszük, hogy mi vagy két helyen van ugye zene, lent is, fönt is, hogy meg kellene egyszer próbálni, hogy egyik helyen legalább népzene legyen. Hát ha az is még egy kicsit bevonzana, hiszen nagyon sok táncos van a környéken, az bizonyára tudja mindenki. Pap Domonkos szerint a fiatalok akkor érdeklődnek a székely kultúra iránt, ha az előttük lévő nemzedékek bevonzák őket ebbe a világba. Itt elsősorban a gyerekek, akiket könnyebb, ugye, hiszen ott a szülő, nagyszülő, hogyha viszi, támogatja, a kicsi gyerek megy, mert az a dolga, és hát bele is szeret általában ebbe. Nagyon sok gyerekcsoport van, Majoson is van, például Bonyhádon is van. Inkább a fiatal felnőtt korosztály, ami egy kicsit problémásabb. Tehát ez a 20-tól 30-40 évig,
és mint hogyha a fölött meg megint visszatalálnának, vagy már az idejük engedi, vagy már ott a nagyobbak a gyerekek, és azért lehet több idejük erre. Tehát ez egy kicsit ilyen érdekes dolog, hogy ott van egy ilyen fél nemzedéknyi idő, amikor talán akik a legjobban hiányoznak ebből a mozgalomból, vagy ebből a hagyomány megélésből. Locz Péterné Lengyelből érkezett, szülei Andrásfalván születtek, és onnan menekültek Magyarországra. Ő tavaly vett részt először a Székelybálon. Elmondása szerint a tavalyi és az idei esemény is nagyszerű hangulatban zajlott. Tavaly is fantasztikus volt. Mindig nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a zenekar, szép a műsor. Tehát önmagában véve azt gondolom, hogy csak jól kell érezni magának az embernek. Azt gondolom, hogy minden nemzetiségnek megvan a maga kultúrája, és ez nagyon jó, hogy vannak ilyen alkalmak, ahol erre lehet kinyilatkoztatni, megmutatni, és használni is, és hát átadni az utókornak, mert hát a fiataloknak fontos, hogy ezt tudják, ismerjék, és hát így lehet tovább vinni a hagyományokat, mert ha azok megszűnnek, akkor olyan, mintha egy nemzetség kihalt volna, azt gondolom. Úgyhogy én is nagyon sokat mesélek az unokáimnak, a szövésről, fonásról, amit a szüleimtől láttam, még én is ültem szőszékbe. De hát sajnos már ez nincs, de az emlékekben ott vannak. A vendégek batyus jelleggel hoztak ételeket és italokat. Mindenki számára jó hangulatban telt az este. Én Erdélyből jöttem, úgyhogy Székelynek hallom magamot, úgyhogy szeressük a Székely bálokat. Gyergyó-Szentmiklósról jöttem ki 32 évvel ezelőtt. Úgyhogy a leszármazottságom erdélyi, és onnan jöttem. Beréti Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a bukovinai és Bácskából áttelepített közösség még a mai nap is ilyen rendezvényt tud tartani. Nagyon fontos, hogy egy ilyen közösség, aki Bukovinából meg Bácskából átjött ide, áttelepítették ide a 40-es években, az egy ilyen rendezvényt tud tartani még mindig Magyarországon. Bonyhádnak szerintem ez az egyik legsikeresebb zenés rendezvénye, mert ne felejtsék el, hogy Nemesi a király tehet, de Székelyé csak az Isten. Szerintem mindegyik fontos, tehát az is fontos, hogy most legyen egy összetartás, a másik oldalon pedig természetesen a Székely hagyományok megőrzése, az szerintem egy elengedhetetlen történet. A bonyhádi báli mulatság este 8 órakor kezdődött, és hajnal 4-ig tartott. Mára megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!